Köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, Horváth Józsefet, biztonságpolitikai szakértőt, jó napot kívánok! Kezét csókolom, mi napot kívánok! Hoztam mindenféle témát, lesz itt egy kis Magyarországot érintő kérdéskör is, de hadd kezdjem Ukrajnával ezt az egész beszélgetést, bár nyilván a közel is van egy feszült várakozás azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni, úgyhogy majd erre is kitérhetünk. De Ukrajna, mivel itt van mellettünk, fontos, és Magyarországot érintő kérdések is vannak. És a legfrissebb híre, alapján kérdezném azt, hogy mennyire tartja jelentőség teljesnek akár azt az ukrán betörést Oroszországba, amit a Kurszki régiót érintette, mennyire érdemes erről egyébként sokat beszélni. Voltak hasonló betörések egyébként már ukrán részről, de most úgy láttam, hogy mintha az oroszok is erre így jobban reagáltak volna, vagy komolyabban vették volna ezt a fajta, meg ugye, az offenzívát, vagy harci cselekményt, hogyan látja ezt, mit gondol erről? Én azt gondolom, hogy ez abban a sorban illeszthető, amit most látunk itt a Kurszki betörést, ami a tavaly nyári offenzíva is volt. Tehát egy jó részt ez egy PR történet, alapjaiban meggyőződése szerint nem szól másról, mint hogy beszéljenek az ukránokról, mutassák a külföldi szponzorok felé, hogy az ukrán hadsereg még képes ilyen akcióknak a végrehajtására, Ugyanakkor ennek az egész támadásnak sem stratégiai szempontból, sem harcászati szempontból gyakorlatilag nincs jelentősége. Ugye itt tudjuk, hogy közelben van ez az atomerőmű kurszban, illetve itt van ez a gázelosztónak az utolsó mérőállomása. Tehát mondhatnánk azt, hogy egyébként, ha ezt pláne, hogyha az atomerőművet fenyegetné az ukrán hadsereg, hogy visszafoglalják, akkor ez egy stratégiailag jelentős eredmény lenne a részükről, hiszen orosz területre hatolnak be, és egy orosz atomerőművet foglalnának el. Ennek ellenére én azt látom, hogy az ukrán vezetés pontosan tisztában volt ennek a végkifejletével. Gyakorlatilag 900 és 500 ember közti jól képzett, melyik jól képzett katonákat küldtek. Nem kétséges az, hogy itt nem a frissen besorozott állomány ment oda ezeket a vágóhídra küldték. Az oroszok részéről valóban annak igazom, az első pillanatokban volt egy meglepődés, majd utána azért látva a támadás mértékét és a emberanyagot, fegyverzetet, azért a, határőrizeti szerveket mozgósították, és a területvédelmi erőket. Tehát a hadsereget, mert tételezzük fel, hogy volt ennek egy másik szándéka is, miszerint az orosz hadseregnek megtörjék azt a előre nyomulását, ami azért hetek óta kislépésekkel, de folyamatosan tart. Lehetett volna még ez is egy ilyen cél, hogy akkor Átsoportosítják gyorsan, és megáll ez a támadás. Látható módon az oroszok erre kényesen ügyelnek, hogy ennek még a látszatát is elkerüljék, hogy ez náluk ekkor zavart okozott volna. Noha az első pillanatokban nyilván ők is meglepődtek ezen. Azt gondolom ezen megint majd a orosz katonai hírszerzés, elhárítás vezetőinek kell elgondolkodnia, hogy megint egyfajta fekete pontot úgy begyűjtöttek, mert egy ilyen erőcsoportosítást nem észrevenni a front közvetlen közelében, akár technikai úton, akár humán hírszerzéssel, azért az megint egy nagy fiaskó. Az embernek az az érzése nyilván nem így van, hiszen amikor egy hírszerzés jól működik, az ritkán kerül be a médiába és az embereknek a látóterébe, de az, em de az emberek mégiscsak az az érzése, hogy sorra gyűjtik ezeket a fekete pontokat itt igazából a háború kitörése óta. A merényletre, ha gondolunk. Így van. Így van, tehát ha megnézzük az orosz titkosszolgáltók imázsát, vagy csak a hollywoodi filmeket, hogy a KGB, meg az FSB a rendszerváltozás után, a Szovjetunió szétesése után, amerikai kémfilmekben, akciófilmekben mindig a ügyeletes rossz és nagyon veszélyes szerepét játszott el. Ehhez képest, ahogy ön is utalt rá, a háború kitörésekor az nekem most már lassan három éve meggyőződésem, hogy ott nagyon-nagyon komoly szakmai hibákat követtek el, és úgy tűnik, hogy időről időre még mindig nem találják a funalat, és abban neki még megint csak igaza van, hogy mindeközben azért az orosz elhárítás, hogy ne csak a hírszerzés szígyük, az orosz elhárítás is időről időre kiderül, hogy messze nem olyan szuper hatékony, mint amit gondolunk, hiszen azért az orosz hátországban az ukrán katonai hírszerzés sikeres merényleteket hajt végre viszonylag rendszeresen akkor azt elmondhatjuk, hogy ez a kurz betörés nem fog fordulatot jelenteni a háború menetében. Abban biztosak lehetünk, szerintem most ugye mi pénteken beszélgetünk, szerintem jövő hét, Csütörtön. bocsánat, csütörtökön beszélgetünk, akkor ez jövő hét első napjaira legkésőbb eznek vége van ennek a történetnek. Ha, ha most a nagy képet nézzük, ugye most egy picit ráfókuszáltunk erre az ukrán akcióra, de a nagy képet nézzük, szerintem hetek óta, lehet, hogy már két hónapja is van, hogy arról beszélnek, hogy Ukrajna mennyire nehéz helyzetben van. Meddig lehet még erről beszélni? Hát a novemberi elnökválasztásig biztos vagyok benne, hogy lehet erről beszélni. Nem véletlen az, hogy az amerikai kormányzat időről időre szabadítja fel a Ukrajnának megírt 61 milliárd dollárból egy-egy részletet, egész egyszerűen azért, hogy mind a lőszer, fegyver, illetve az anyagi utánpótlás úgy érkezzen meg, hogy Ukrajna ne omoljon össze. Ugyanakkor ez a támogatás már messze nem elég ahhoz, hogy az ukrán hadsereg és az ukrán állam igényeit ki tudják elégíteni, hiszen múlt hétnek volt az a híre, hogy gyakorlatilag csődben van Ukrajna tehát már nem tudja kifizetni azokat a hiteleket, illetve annak a komatait, amelyeket be akarnak rajta hajtani. Nem véletlen az, hogy az amerikai kormányzat nagyon kemény figyelmeztetést küldött Ukrajnának a vezetésnek, hiszen Zelenszkijék azt mondták, hogy akkor gyorsan, drasztikusan emelünk adókat úgy a lakosság, mint a vállalkozók felé, erre az amerikai még nyilvánosságra is hozták, hogy hát ők ezt nem javasolják, inkább talán a korrupciót kéne valóban visszafogni, mert hogy még mindig olyan tételek tűnnek el kézen közön, a segélyekből, amit akár Európa, akár az Egyesült Államok juttat neki. És ez még egy megjegyzést tegyünk ide azért. Nem véletlen az, hogy Zelenszky elnök most már szinte mellett jelenti be, hogy újra átalakítom a kormányt, új miniszterelnököt keresek, tehát itt úgy tűnik, hogy egyrészt a bizalom is fogy körülötte, másrészt nyilván vannak olyanok is, akik menekülőre fogják a dolgot, harmadrészt pedig neki is föl kell már mutatni valamiféle eredményeket ezzel a korrupcióval kapcsolatban, amit idáig viszont abszolút nem látunk, csak a személycseréket. Az Amerika nehezet kér Ukrajnától ezek szerint. Viszont pont tegnap hallgattam egy kárpátai tudósítónak a beszámolóját, aki pedig arról beszélt, hogy a, a nyugdíjak, hogy átlagosan Ukrajnában ilyen 30-40 ezer forintnak megfelelő összegben vannak. Tehát még, hogy mondjam, a társadalomra ráterhelni, akár adók formájában azt, amit egyébként is el kellett szenvedniük, hogy mondjuk a családfő hiányzik egy családból, vagy hogy munkahelyek szűntek meg, tehát hogy, hogy ez, ez így kívül, már elképzelhetetlennek tűnik. Valóban így van, ez azért tegyük azt is hozzá, hogy mint Magyarországon a rendszerváltozás utáni első években, Átéltük mi is ezt, hogy, hogy deval el a fizetések, a nyugdíjak, és közben beindult ugye az ország kiárusítása, privatizációnak nevezve. Azzal együtt, hogy Magyarországon is, meg szerintem Ukrajnában is, azért az emberekben az életöztő munkál, és egy dolog, hogy mondjuk mennyi a fizetés, mennyi a nyugdíj, de hát nyilvánvaló, hogy a közösségeken belül egyrészt van egyfajta támogatás, és amit akár a nagy családok, ismerősök adnak egymásnak, másrésztről pedig azért megtalálják a fekete gazdaságot ott is, amit nem tudnak kimutatni, hogy az emberek elmennek másod, meg harmadállásokba, akár bejelentés nélkül is dolgozni, mert azért azt látjuk, hogy Mégiscsak valamilyen szinten a vízfelszín alatt tudják magukat tartani ezek az emberek, hiszen hogyha csak összeadnánk a számokat, hogy mennyi a rezszi, meg mennyi az alapköltség, amit mondjuk egy nyugdíjas nagy gyógyszerrel ki kell fizetni, akkor már nem jön neki a matek. Mennyire tartja azt reálisnak, hogy Ukrajna valamilyen szinten úgy okoz problémát akár az Európai Uniónak, hogy nem? egyezteti mindezt azokkal a hatalmakkal, akik támogatják, most akár Amerikára gondolok. Mert ugye itt a Kurszki régióban, a ön is említette például az Európai Unióba irányuló transzgázit tranzit gázvezetékek vannak, és uh, itt volt egy olyan ügy is az elmúlt hetekben, ami Magyarországot és Szlovákiát érintette, ez a Lukoil ügy, amiről látom, hogy most nagyon-nagyon sokan megszólaltak, sokan azt mondják, hogy ez egy ápolitizált kérdés, igazából nem ekkora uh, probléma ez, mint amekkora uh, akár, akár fújta, akár a szlovák, akár a magyar vezetés, de mégis vannak olyan lépések azért, amik nem túl barátságosak tehát az Európai Unió irányába. Elképzelhetőnek tartja, hogy Ukrajnát egy idő után, ahogy egyre kétségbe esett, válik a helyzet, nehezebb lesz úgymond kordában tartani? Nem. Én ezt nem tudom elképzelni. Annál is inkább, mert visszautalnék a néhány perc előtt mondottakról, hogy Ukrajna csődben van. Én ennek ellenére el tudjuk azt képzelni, hogy az ukrán kormány hoz egy olyan döntést, hogy nekem nincs szükségem a gáz vagy kőolaj tranzitból származó fix jövedelemre, hiszen az minden hónap végén, mint a ruletten bekattam, mert fizetik azok az államok, akikhez eljutatják. Tehát akár Magyarország is, meg az oroszok is fizetnek neki. Tehát lemondanának egy csődben lévő ország erről a fix jövedelemről? Én ezt kizártnak tartom. Nagyon-nagyon megnézném azt ennek fényében, hogy ki és milyen plusz pénzt ígért az ukrán kormánynak, hogy mert valaki nyilvánvaló, hogy ezt a hiányt, ezt ki fogja pótolni. Tehát én sokkal inkább azt gondolom, hogy az ukránok megrendelésre teszik azt, amit tesznek, és ezt sokszor beszéltünk már itt önnel is, hogy akár a frontvonalon is igaz ez, a háborús eseményekben is igaz ez, a békének vagy a fegyverszület elutasításának két és fél évezőt. Sok minden példát tudnánk itt sorolni, hogy önálló ukrán katonapolitika, gazdaságpolitika nem létezik. Tehát azt számot kell vetni azzal, hogy Ukrajna gyakorlatilag 2014-ig egy orosz vazallus állam volt, 2015 után pedig egy nyugati, jó részt amerikai vazallus állammá vált, minimális önálló mozgástérrel. És ezért mondom azt, hogy amit most Magyarországgal csinálnak, az egy proxiművelet, és itt nem az ukránok, csak az ő arcuk jelenik meg, de nekünk látni kell a paraván mögé is, hogy e mögött nagy valószínűséggel Brüsszel, illetve ne zárjuk ki azt sem, hogy a jellegi amerikai vezetés is ott van, mint aki azt mondja, hogy nekünk ez nem fáj. És ha már a nyomásgyakorlás, hát ugye Európa, Nyugat-Európa is kap ebből azért bőven itt Amerika részéről a nyomásgyakorlásból, amely sokak szerint egyébként a fogolycserében cserében is, amit az elmúlt időszakban lezajlott, ebben is megmutatkozott, hogy bizonyos amerikai nyomásra engedtek szabadon olyan hát hírszerzőnek vélt személyeket, akiket egyébként maga az adott állam nem biztos, hogy elengedett volna a jó voltából. Valóban így van ez. Amit idáig Ukrajnáról mondtunk, nyilvánvaló, hogy egy szofisztikáltabb módon, de igaz Németországra is hiszen egy olyan FSB-hez köthető szemét, akit egyébként Németországban bérgyilkosságért ítélnek el, és akiről idáig az oroszok határozottan állították, hogy nekünk az ég egy világon semmi közünk nincs hozzá, egy ilyen fogoly cserébe egy ilyen embert amerikai nyomásra a németek elengednek. Tehát ez megint azt mutatja, hogy, hogy a német politikának a mozgástere is mennyire szűk. Tehát ezekre azért is érdemes nekünk figyelni, hiszen ezekből az apró jelekből láthatjuk azt, hogy egy Európa legerősebb gazdasági hatalma valójában milyen szűk mozgástérrel rendelkezik. És megengedi még egy dolgot erről a fogolycseréről. Azért itt a háborúk, meg sok minden, meg a nyár, meg Olimpia kapcsán, ez úgy elsiklottunk e fölött a fogolycsere történet fölött, noha ilyen a hidegháború óta példátlan nem volt. Tehát, hogy ekkora mértékű fogolycsere történik az oroszok és az amerikai, mert gyakorlatilag erről van szó, között, ez a hidegháború idején, emlékszünk, erről Hollywoodban is szerettek filmeket csinálni. Úgyhogy itt azért olyan cserék is történtek, hogy úgy érezzék a kedves nézők, hallgatók, hogy mint a, azt gondoljuk, hogy forgatókönyvíró találja ki, mikor mondjuk egy házas pár hosszú-hosszú éveket, évtizedet tölt idegen területen mondjuk az Egyesült Államokban, és akkor lebuknak, kicserélik most őket, és a két gyerekük most szembesül azzal, hogy ők oroszok egy mukkot nem tudnak oroszul, a szüleik nem beszéltek nekik erről soha, nevelőszülőkhöz kerültek, és most oda kerülnek Oroszországba, nem véletlenül, hogy Putyin elnök maga fogadja őket, és ott Azért ezen a gyerekeiknek az arcát érdemes lett volna egy kicsit alaposabban is tanulmányozni. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy a hírszerzés, elhárítás világa azért az egy kemény történet sok szempontból. Nem mindig ez a vadromantika, amit a filmekben látunk. Mert képzeljük el azt, hogy ezek az emberek gyakorlatilag az életükből évtizedeket áldoznak arra, hogy mondjuk beépülnek egy idegen országba, és ott egy mások életét élik majd ha rossz esetben még le is buknak, börtönbe kerülnek, és évek múlva a szerencsék van, kiengedik, vagy egy ilyen cserével elengedik őket. Tehát ez egy olyan aktív frontvonal. Ez csak azt akarom mondani, amiről nem beszélünk, nem látjuk sokszor, és ez így van jól, de mégis ez egy a világban folyamatosan zajló harcnak egy része volt, és most egy kicsit ez úgy napfényre került, és úgy kitöremkedett. De itt az emberi vonalatokon túl egyébként megnyugtatónak is tekinthetjük ezt a fajta fogolycserét olyan tekintetben, hogy a két nagy hatalom kommunikál egymással? Igen, valóban így van, és ennek azért van ebben igaza, mert ha ezt egy kicsit tágabb kontextusban nézzük, hogy a Amerikai védelmi miniszter az orosz védelmi miniszterrel tárgyal, és ezt el is mondják, mind a ketten kiszivárogtatják. Másrésztről kiszivárogtatják, hogy a CIA és az FSB főigazgató folyamatosan egyeztet egymással, és most ezt a fogolycserét is ide tehetjük, vagy ide tehetjük azért azt is, hogy itt a. Izraeli-teheráni-iráni konfliktus kapcsán az oroszoktól a volt védelmi minisztert, Szerge Sojgut elküldi Putyin elnök Teheránba, hogy ott egy kicsit higgassa az ukrán, illetve a perzsákat. Ez szerintem abszolút mutatja azt, hogy a két nagyhatalom között azért no, folyik egy háború. Ukrajna területen, ukránok által az amerikaiak részéről. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a háttérben már folynak bizonyos egyeztetések. Tehát nem tudjuk azt, hogy a kiszivárgott információkon túlmenően a két nagyhatalom, akár Ukrajna sorsát illetően, vagy a világ más pontjait érintő kérdések, például a közelkeleti kérdéseket illetően, mikben állapodnak meg, vagy miről egyeztetnek. Tehát én azért élnék a gyanúperrel a tekintetben is, hogy Ukrajna vonatkozásában az amerikaiak előre tárgyalásokat folytatnak az oroszokkal, hogy egy tűzszünet és egy akár béketárgyalások során, hogy rajzolgatnak majd itt térképeket egy hátsó szobákban, mint mondjuk Jaltában egy papírszalvétán, és aztán mi voltunk a vesztes oldalon. Miközben egyébként, és ez, ez, nem az első ilyen történelmi pillanat, hogy amikor akár a két nagy hatalom egymásnak feszül, és mondjuk itt van Európa, aki teljesen beállt ugyanebbe az irányba, mint Amerika, és hát úgy tűnik, hogy sokan még tartják is magukat ahhoz, hogy az oroszoktól semmit, és nem is se az olimpiára, sehova nem kellenek nekünk az orosz zászlók. Közben egyébként Amerika meg, ami neki fontos, ami az érdekeinek kell és megfelelő, és tehát ő azért elmegy ezekig a határokig ebben a kapcsolatban. Abszolút és ez megint csak azt mutatja, hogy kicsit komolyabban vizsgáljuk ezt a helyzetet, hogy minden szólam ellenére, minden nyilatkozat ellenére önálló Európai Uniós külpolitika, gazdaságpolitika az csak úgy zárójelben értelmezhető addig a pontig, amíg mondjuk az amerikai érdekeket nem sérti, vagy azzal megegyezik. Tehát azért megnézhetjük azt is, hogy hogy ilyen abszurd helyzetek is kialakulnak meg közben azért zajlik az olimpia, hogy mondjuk a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségről azt mondja az olimpiai bizottság, mert annak a vezetője az oroszokhoz köthető, és egyébként a legfőbb szponzora ennek az Nemzetközi Ökölvívó Szövetségnek a Gazprom, ezért mondjuk az ő általuk végrehajtott vizsgálatokat, genetikai vizsgálatokat a NOP figyelmen kívül hagyja és nem is bízza rájuk az olimpiának a szervezésének azt a részét, ami például az ökölvívásra van. És látjuk, hogy ennek milyen furcsa, vagy talán szóló végkifejlete is. Így van, lehet. Tehát összességében itt a, politika, az betűremkedik mindenhová. Tehát a sporttól kezdve, és ebben a nagy politikai játszmában, ahogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem oszlapot, az Nemzetközi Ökölvívó Szövetségnek ugyanígy láthatjuk azt, hogy az Európai Uniónak sem osztanak valójában lapot, csak ők is ugyanúgy, mint amiről Ukrajnában beszéltünk, és persze van ebben egyfajta költői túlzás a részemről, de mégiscsak a végeredmény tekintve ők is csak egy végrehajtók és nem önálló érdeket érvényesítő politikát folytatnak. Illetve, hogy betűnik néha, és nyilván ez is egy leegyszerűsítés, de hogy Amerika az érdekei szerint politizál, vagy mozog a világban, miközben egyébként fenden ha hangozhat egy ideológiát, és mintha Európa pedig egy ideológia szerint politizálna, miközben a saját érdekeiről megáll elfeledkezik. Igen, csak az Amerikai Egyesült Államok politikájában mindig jól tetten érhető az a fajta pragmatizmus. Hogy, és most finoman fogalmaztam, hogy, hogy a szavak szintjén elköteleződnek sok minden mellett, ugyanakkor azt mondják, hogy hát, hogy a gazdasági szférában a nagyok hogy játszanak, hát ebbe az amerikai politika nem tud beleszólni elvégre végre, piacgazdaság csak Európában ez furcsa módon nem így érvényesül, hanem úgy, hogy ha az amerikai ideológia mellé felsorakozik az európai mainstream, akkor onnantól kezdve a gazdaságot is alárendelik ennek. Hozom a másik témánkat, a Mandiner szemlézett egy horvát lapnak egy véleménycikkét, és ebből szeretnék idézni, ugyanis úgy fogalmaznak ebben a horvát véleménycikkben, hogy a szomszédban, már mind nálunk, újraéledőben vannak a nagy Magyarországról, illetve a nagy Szerbiáról szőt álmok, Sorbán Viktor Tusanyosi beszédéből ragadtak ki részleteket amely arról arra vonatkozik, hogy Magyarországnak van a stratégiája, illetve 500 éve nem voltak olyan lehetőségei, amelyek most vannak. Ezt hogyan látja, hogy valóban fenyegetésként értelmezhetik körülöttünk akár a szomszédos országok, vagy egyáltalán meglepő az, amikor egy politikusnak mondjuk vannak gondolatai a világról? Én őszintén szóval horvát barátainkat régóta nem értem tekintettel arra, hogy Horvátország azért vívott egy nagyon kemény függetlenségi háborút, amit sikerrel vívtak meg. Ezután a függetlenségi háború után újra létrejön egy független Horvátország, és Magyarország ezt ugye tudjuk, még az Antal kormány idejéből a függetlenségi háborújuk sikeres megvívásához segítkezet nyújtott, akár fegyverekkel is ugye ezek a kalasnyikó szállítmányokról, ne feledkezzenek azért a horvát barátaink, és tegyük azt is hozzá, hogy Magyarország diplomáciai szintéren is mindig a horvátok mellett állt. És ezt csak azért mondom, mert most az elmúlt évek során akár a MOL és az INA közötti botrány, ha úgy tetszik, a hogy most kifizetetlek itt, meg kinnem, és itt a horvátok ugye nemzetközi döntőbírósághoz fordultak, és mindenjébet eljátszottak, vagy a legutóbb azért a e, horvátországi e, gázvezeték és kőolajvezeték kapcsán, ugye, hogy akkor há, mekkorára emelik a Transziddíjakat, ahogy nekik jókedvű ritája, és ehhez képest most még hozzárajzolják ezt, hogy Magyarországnak milyen elképzelései vannak. Ezt tényleg úgy gondolom, hogy ez a vicc kategória. Azzal együtt, hogy azt viszont elfogadom, hogy érzik a horvátok, mert a horvát társadalmon belül, és ezért kezdtem a függetlenségi háborúval, hiszen az 31 néhány éve volt, nem olyan régen, és ha valaki elmegy a horvátokhoz, azért még a háborús veteránokat, meg a rokkantokat, meg sérülteket, vagy akár még olyan házakat is találhat Horvátországban, amik még úgy vannak. Tehát a horvát társadalom egy része szerintem irigykedve néz Magyarországra, vagy arra, hogy Magyarországnak van egy olyan kormánya és egy olyan miniszterelnöke, aki egy szuverén, magyar érdekeket képviselő és vízióval rendelkező politikát folytat. Mert a magyar miniszterek arról beszélt, hogy Magyarországnak milyen víziója kell, hogy legyen a következő évtizedekre, hogy a 21. században ne vesztes legyen, mint a 20 hanem nyertese legyen ennek az átalakulási folyamatnak. És ez nem arról szólt, mert valójában a 21. század már nem feltétlenül arról szól, és ezt látjuk a világ más régióiban is, hogy egy ország nem attól lesz nagy, hogy Mekkora területet foglal el, nem attól lesz nagy, hogy ő most terjeszkedni akar-e, és ez. Na no, most ezt látjuk akár az oroszok részéről is, de valójában ott sem erről szól az a történet, hogy neki arra néhány tízezer négyzetkilométerre lenne múlhatatlanul szüksége, hanem stratégiáról szól ez a történet. És a Magyarország stratégiájáról beszélt a miniszterelnök, ami arról szól, hogy Magyarországot gazdaságilag és politikailag hogy lehet újra definiálni egy változó világban. És ebben a változó világban hogy lehet nyerő pozíciókat elfoglalni, és hogy lehet úgy túlélni akár olyan válságos szituációkat, mint amit most látunk az oroszokrá háborúval, látjuk a erőszakos migrációval, látjuk az iszlamizmusnak a összes veszélyével együtt, most Nyugat-Európában, elég, ha megnézzük a, a briteknél mi folyik. Tehát Összességében ezekkel a veszélyekkel teli világban Magyarország még mindig, hála a jóistennek, a béke szigete. És ezen túlmenően ezzel nem elégedhetünk meg, és erről szólt meggyőződésem szerint a tusványasi beszéd, hanem arról szólt, hogy a következő évtizedben egy, hogy védjük meg önmagunkat, kettő, hogy erősödjünk meg gazdaságilag, politikailag a jelenlegi létszámunknál, nagyságunknál akár túlmenően is. Tehát itt a horvátok, én azt gondolom, hogy olyan dologról beszéltek, amiről egy szó sem esett, viszont olyan dologról esett szó, amire a horvátoknak pillanatnyilag nincsenek válaszaik, mert a kihívást ők is érzik. Ugye Milosevic egyik beszédéhez hasonlították egyébként ebben a véleménycikben Orbán Viktor beszédét, csak azért, hogy nyilván ez egy véleménycik nálunk is születnek érdekes, érdekesebb, érdekesebb véleménycikek. De azért is akartam behozni ezt a témát, mert volt már olyan vendégünk itt, aki azt mondta, hogy azért azok a régiók, ahol nagy konfliktusok már történtek, azoknak mindig nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan tartják fent az egyensúlyt és figyelni kell ezekre a kapcsolatokra. Azért itt ez a régió, Magyarország, akár Triarondra, ha gondolunk a világháborúkra, nem volt mentes a konfliktusoktól, akár szomszédainkkal való konfliktusoktól sem, Ön hogyan látja ezt Magyarországnak, hogyan kell ehhez hozzáállnia, hogyan kell ez viszonyulnia, milyen akár most főleg biztonságpolitikára gondolok, nem a nagypolitikára? Igen, én azt gondolom, hogy ez a rendszerváltozás óta ez egy örök téma Magyarország számára, a magyar politikai elit számára, hogy hogy viszonyuljunk önmagunkhoz, hogy viszonyuljunk a közvetlen szomszédainkhoz és a tágabb környezetünkhöz. Nekem ebben az egyik oldal, ugye mondjuk Elkíresülten lehet, hogy még nagyon fiatal, és nem emlékszik rá. Kovács László, egykori magyar külügyminiszter, amikor 94-ben hatalomra került a HONT kormány, akkor azt mondta Kovács László, hogy tanuljunk meg kicsik lenni. Tehát ez az egyik oldala, hogy a baloldal részéről időről az, azt halljuk, ma azt halljuk, hogy Európai Egyesült Államok, és majd ott béke, boldogság és minden vár ránk. 30 évvel ezelőtt azt hallottuk, hogy tanuljon meg kicsik lenni, és Magyarországnak akkor lesz jó, hogyha behúzza a fülét farkánt, és akkor senki nem fogja őt bántani. Ehhez képest én azt gondolom, hogy Magyarország, és ez a rendszerváltozás óta egyébként furcsa módon, de minden kormány rég az volt, hogy igyekezett harmonikus és nyitott kapcsolatokat kialakítani a szomszédaival eltekintve a múlt jogos sérelmeitől. Tehát akár Romániát, Szlovákiát, de Ukrajnát is ide sorolhatjuk, Horvátországot, Szerbiát, hogy a magyar kormány egyike országgal sem kezdeményezett konfliktust. Az kétségtelen tény, hogy a nemzeti kormányok idején a magyar nemzeti kisebbségek védelme az nagyobb hangsúlyt kapott, és ezt voltak olyan országok, amelyek az első körben furcsálták. De utána, amikor azt mondja a magyar kormány, bocsánat, mi megadjuk ugyanazokat a jogokat a nálunk élő nemzeti kisebbségeknek, nem kérünk többet, pusztán ennyit. És hogyha hozzátesszük a gazdasági kapcsolatokat, például most ugye legutóbb erről is szó volt, és ez figyelme méltó volt a magyar miniszter és Tustátfürdői, útja előtt, hogy elment Bukarestbe, és ott az román kormányfő tárgya, és ugye hogy a gazdasági kérdések válnak fontossá, hiszen Románia Magyarország számára, és ez vice versa igaz, egyik kiemelt gazdasági partner. És hogyha ezt mind-mind megnézzük, hogy a szomszédos országok milyen helyzetben vannak, és külpolitikáikban milyen célokat tűzni ki maguk elé. Akkor azt mondom, hogy számos olyan pont van, amiben érdekazonosságot lehet fölfedezni. Itt a migráció megállításától kezdve, az erőszakos iszlamizációnak a megállításánál, a nemzeti érdekek védelméig, és gondolom, hogy ebben nincs csoda, hiszen akik évtizedek érte éltünk itt a vasfüggönynek a rosszabbik oldalán, és megtanultunk túlélni, ezek az országok a szuverenitásukat, miután visszanyerték 34 évvel ezelőtt, erre sokkal érzékenyebbek is, érzékenyebben reagálnak, és jobban akarják védeni. Ezért is nem értenek bennünket Brüsszelben. Tehát a magyar kormány részéről, ugye a visegrádi négyektől kezdve számos olyan kezdeményezés volt a térségünket, illetően, ami alapvetően a térségnek a Összekapcsolásáról szólt, és nem az elválasztásáról. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a, a szomszédaink, ha a magyar politikát nézik, akkor látniuk kell azt, hogy itt soha nem volt az elmúlt évtizedek során egyetlen kormány sem, amelyik bármiféle revizionista gondolatot megfogalmazott volna, pusztán, és ez nem kevés, a magyar nemzeti kisebbséget kiemelten kezelik. A nemzeti érzelmi kormányok is még egy megjegyzést hozzá. Látjuk azt ebben a változó világban, hogy a magyar kormány elmúlt 14 éve alatt a külpolitikai kapcsolati rendszere hogy változott meg, és hogy erősödött Magyarországnak. Hiszen itt a keleti nyitástól kezdve a Brüsszellel szemben a Önálló magyar érdekek megfogalmazásánál, a világ azt kell mondja minden országa felé való nyitás megfogalmazásáig, ennek látjuk már a gazdasági hasznát. És ennek a pozitívumai vezetnek oda például, hogy Magyarország megteheti azt, és időben megtehette azt, hogy mondjuk a szánalmas, kiszolgáltatott védelmi rendszerét újra pozícionálja, megerősítse a magyar hadsereget, meg újraépítse a magyar hadipart, és még sorolhatnám, aminek kapcsán megint azt kell látni, hogy adott esetben, mivel NATO tagok vagyunk, egy szövetségi rendszeren belül vagyunk a gyakorlatilag két ország kivételvel, a NATO-n belül egy szövetségi struktúrába tartozunk. Tehát innentől kezdve a horvátok részre is azt, hogy most nagyban, tehát megint visszatérek az elejéhez, hogy ez egy ilyen vicc kategória. Ennek a politikának köszönhető egyébként az is, hogy az orosz-ukrán háború ellenére megmaradtak a kapcsolatok Oroszországgal, nyilván egy alacsonyabb szinten, de élnek, illetve ebben a russzal is föntartja a magyar kormány egyébként a kapcsolatokat, és hát pont innen jön egyébként a következő kritika, amit megfogalmaztak Magyarországgal szemben, ugye az Európai Néppártnak a képviselőcsoportjának a vezetője, Súlyos azt állítja, hogy budapest súlyos kiskapokat teremt a kémtevékenységek számára, mert hogy az orosz és belarusz beutazási feltételeken könnyítettek. És ezzel kapcsolatban még azt is felvetette egyébként, ez már nem ő volt, hanem egy német tartományi miniszter belügyminiszter, ahogy vissza kéne állítani Magyarországgal szemben a határellenőrzéseket, mert hogy most mi lettünk a kapu az orosz és a belarusz kémeknek. És ha már itt az előbb a hírszerzőkről volt szó, illetve a németek, hát ugye csak ott együtt is zárójában, akit hallgatták eddig az adást, hogyan adták vissza, vagy hogyan engedték el azt a hírszerzőt, aki nem csak hírszerzőt, aki, aki náluk volt. Tehát mit gondol erről a, erről a helyzetről? Ez megint egy felfújt dolog, egy botrány, egy ugyanolyan dolog, amit most megint megtaláltak velünk szemben? Ne vegyük félváról, de kezeljük a súlyán. Tehát az kétségtelen tény, hogy minden ország, amelyik a saját szuverenitását komolyan veszi, az nem szereti azt, hogyha idegen országok hírszerzői glasszálnak az országon belül. Letléjen az bármelyik ország a földgolyóról. Ugyanakkor azért van ebben valami mosolyogtató mégis, hogy ezek a nyugat-európai politikusok beszélnek arról, akik adott esetben a orosz-ukrán háború kitöréséig Gőzerővel dolgoztak azon, hogy a saját országuk haszonélvezője legyen az orosz vagy a belarusz kapcsolatoknak. A befektetéseiktől kezdve, akár az oktatási intézményeiknek a megnyitásáig az orosz, vagy kínai, vagy más országok diákjaival egyetemben. pedig, ha most megnézzük azt, hogy mondjuk a déleurópai, mediterrán országokban eh, orosz milliárdosok és csak gazdag emberek is eh, hány villát vásároltak, hánynak a gyerekei tanulnak nyugat-európai egyetemeken, akkor eh, én úgy föltenném a kérdést, hogy ott nem merült föl az a kockázat, tessék mondani, hogy ezek az orosz emberek, vagy az ő általuk odavitt rokonok, biztonsági kockázatot jelentek, vagy ők mindenkit nagyon alaposan leellenőriztek. tehát erről úgy szívesen leülnék valakivel egy asztalhoz, és akkor úgy beszélgessünk már erről szakmai szinten. Tehát ez, én azért azt gondolom, hogy minden ország számára ez egy komoly feladat, de az nem azt jelenti, hogy egyrésztről folyamatosan az ördögöt kell látni mindenhol. Tudni kell azt, hogy igen, hol vannak nekem azok a az érzékeny pontjaim, amit én védeni akarok. Tudom azt, hogy akik bejönnek az országomba, adott esetben szűrőkutató munkával figyelemmel kísérem időről időre, hogy nehogy az én érdekeim ellentétes tevékenység történjen, illetve azért Magyarország az elmúlt jó 30 évben, akár az Európai Uniós, akár a NATO tagországokkal titkosszolgálti szintéren azért letette a névjegyét. Tehát Magyarország akár a nyugat-európai érdekeket is védve lépett föl külföldi országok hírszerzői tevékenységével szemben, mert Magyarországon harmadik országos hírszerző tevékenység is folyik, tehát nem csak magyar érdekek ellen tehát ebből a szempontból Magyarország, ha úgy tetszik, egy frontország, és ebből a szempontból számos nyugat-európai a hosszú ideóta nagyon gyümölcsöző együttműködést alapított ki. Tehát itt a politikusok előbb kérdezzék meg a szakembereiket. Két másik hírt szeretnék még hozni Európából. Az első az, hogy Taylor Swiftnek a koncertét le kellett mondani Bécsben, mert iszlamista támadás, vagy terrorfenyegetettség miatt és iszlamista támadást hajtottak volna végre, vagy szerettek volna végrehajtani. Az iszlám államhoz kötik egyébként ezt a, ezt a tervet. Mit szól ehhez a fejleményhez? Mennyire jelent ez egy újabb, hogy mondjam, terrorhullámot Európa számára. Itt ugye Németországban is most emelték egyébként a terrorkészültséget a közelkeleti helyzet miatt. Az, ami zajlik a közelkeleten, annak látjuk itt a, a, úgymond a hullámait, amit ugye Franciaország is gyakran megszokott egyébként tapasztalni, vagy pedig ez egy más, másféle tevékenység. Én azt gondolom, hogy más. Tehát az, ami most az izraeli Palesztin konfliktus kapcsán, vagy ez most úgy Iránt is hozzá annak a fenyegetése az itt van Európában. Azt is komolyan kell venni. De meggyőződésem szerint a radikális iszlamista terror fenyegetettség az alapvetően egy másik irány lehet, hogy majd mondjuk lesznek olyan államok, amelyek ki akarják használni a radikális iszlámot, és egyfajta revolverként akarják Európa fejéhez szorítani, ezt ne zárjuk ki, vagy fölhasználni. Ugyanakkor itt, ami a konkrét hír, ez a Bécsi koncert, a Swift és terrorfenyegetés és iszlám állam. Az én számomra itt két dolog, ami kiemelten érdekes. Az egyik az az, hogy hála Istennek, az osztrák kollégák jól dolgoztak, és sikerült megakadályoznunk, hogy egy tömegkatasztrófa jöjjön létre egy ilyen koncerten, egy stadionban egy robbantás. Ezt tudjuk, hiszen franciáknál is ugye 2015-ben a Stade de France-nál is a stadiont akarták felrobbantani. Szerencsére akkor nem sikerült. Ez az egyik oldal, hogy az osztrákok tették a dolgokat, és magas színvonalon. A másik oldala viszont az, hogy tőlünk 250 kilométerre van már ez a fenyegetés. Tehát Magyarországnak... Ahol egyébként magyarok is részt vehetnek hát akár, persze, mert egy hogy ne, oszert, ne, rossz, ne, magyarok is kimennének. Így van, tömegévé, mondjuk fiatalok, akár fiatal kisgyermekek is. Ugyanakkor a másik, hogy ez 250 kilométer. Tehát ne higgyük azt, hogy ne gondoljuk azt, hogy az ilyenfajta fenyegetés egy Schengeni határon, ahol megállás nélkül hajtunk át szerencsére, noha volna igény nyugaton, hogy ez ne így legyen, ez megáll. Magyarul nekünk, és idáig beszéltünk arról, hogy a orosz fenyegetés és azzal szembe is dolgozni kell, a magyar rendvédelemnek, a magyar titkosszolgálatoknak meggyőződésem szerint kiemelten kell foglalkozniuk azzal a veszéllyel is, hogy Nyugat-Európa irányából a radikális terrorszervezetek, akár sejtjei, akár egyes magányos harcosai, ne tekintsenek Szabad Prédaként Magyarországra, és erre egyre nagyobb energiát kell fordítani. Hiszen, hogyha most Bécsben egy ilyen koncert, a következőben, hogyha Budapesten lesz egy világsztánnak koncertje, akkor mi a garancia arra, hogy nem gondolja úgy egy. Frissen radikalizálódott, akár másodgenerációs nyugat-európai állampolgár, hogy akkor, ha Bécsben nem sikerült, akkor hát a Budapesten fog sikerülni. Tehát ennek a jelzését nagyon komolyan kell venni. Naiv feltételezés az, hogy talán nálunk egyszerű kiszűrni, mert hogy kevesebben vannak? Ö, igen, mert azért fogalmazok most így, és vágom rá egyből, mert E Most képzelje el, ha valaki Bécsben beül az autójába, az autójába berak 5 kiló plastikot, meg két kalasnyikovot, úgy autózik el Budapesti, ha nem sért közlekedési szabályokat, egy osztrák rendszám autó, hogy senki nem állítja meg. És ha az interneten keresztül egy sportrendezvényre, egy koncertre jegyet váltott, akkor a mágnes kapuig eljut. És két óra alatt. Tehát ebből a szempontból nagyon nehéz helyzet, nagyon komoly kihívás, de hogy reálisan számolni kell egy ilyen fenyegetéssel, abban biztos vagyok. Utolsó témánk Nagy-Britannia. Hát azt gondolhattuk volna esetleg, hogy nyáron lesz egy kis, úgymond ilyen lazább időszak, de hát egymást érik sajnos az ilyen hírek. Ugye ott egy borzalmas késelés történt, amelyben gyermekek vesztették az életüket, és ezek nyomán pedig tüntetések, zavargások kezdődtek el Nagy-Britanniában. Elég súlyosak, tehát összehívták a válság tanácskozást is. A brit kormány, ugye egy frissen megválasztott brit kormányról beszélünk, mert régen nem voltak a választások. És azt lehetett a legfrissebb hírekben, hogy azt vizsgálja London, hogy külföldről érkező beavatkozás is felmerülhetett itt a zavargásokkal kapcsolatban. Egészen konkrétan az online dezinformáció terjesztésére gyanakszanak ők. Hogyan függnek össze ezek a dolgok? Mert valami őszintén nekem ez a dezinformációs fogalom, és az, hogy ez így gyakran be van dobva, kicsit megfoghatatlan, hogy hogyan működik ez. <hums> ez most egy sláger téma. És sok esetben én azt látom, hogy a nyugat-európai politikusok, hogyha probléma támad az országokban, akkor előhúzzák, mint a nyuszitak a alapból, hogy ez egy külföldi dezinformációs, bomlasztó, felforgató műveletnek az eredménye. És ne zárjuk ki, hogy vannak ilyenek, mert vannak ilyenek a világban. Ám de, amikor Nagy-Britániában és egész Nyugat-Európában. Tehát ez azért érdemes a britekre figyelni, mert ez megtörténhet holnap a svédeknél, holnap után a németeknél, azt követően az olaszoknál, tehát bárhol Nyugat-Európában, hogy mikor szakad el a fonal, mi az az utolsó csepp a pohárban, amikor kicsordul. És az emberek egy része azt mondja, hogy na ezt nem. Tehát, mert ön itt említette, ugye szintén egy migrációs hátterű családból származó 17 éves fiatal késel meg gyerekeket. Hármat megöl, nyolcat súlyosan megsebesít. És erre egy egészséges társadalom azért reagál, és időnként azért tűnik úgy, ne is zárjuk ki azt, hogy mondjuk radikális csoportok ráépülnek. Ez, ez megint egy természetes dolog. Az adott ország elhárításának, az adott ország politikai elitjének a felelőssége, hogy ezt megakadályozza. De azt nem tudomásul venni, hogy itt van egy társadalmi probléma. A brit társadalom elkezdett széthasadni vannak akik a migrációs hátterűek, vannak akik ezt támogatják, ezek a mondjuk úgy, hogy a multikulturális társadalomban hívő baloldali elkötelezettségű őslakosok, nevezzük így, és vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az országukat most árusítják ki a piacon és elveszítik a saját földjüket, a saját országokat, a saját életüket. És ebből fakadóan egy ilyenfajta polgárháború közeli robbanásos helyzetet leegyszerűsíteni, és azt mondani, hogy hát itt ez egy külföldi dezinformációs művelet, meg a szélső jobb oldal rá telepedett, és attól van ez így, ez az egyszerű válasz. A könnyebb válasz a politikus részéről. Mert nem mondja azt, hogy nézzük meg, hogy mi történt az elmúlt 30-40 éve, és mi vezetett idáig. Mert az, hogy ez a késelés megtörtént, az egy eset. De az, hogy az emberekben hogy halmozódik az elkeseredettség, a félelem, a dű, és sok minden egyéb érzés, az egy másik történet. És hadd ide egy másik példát, tehát, hogy, hogy van a társadalomnak egy hosszú-hosszú ideig egy tűrőképessége. Nem beszélünk róla, de az elmúlt Három-négy évben Németországban évente ezer nőt, ami, ami, hogy úgy mondjam, elér a bűnüldöző szervek ingerküszöbéig, magyarul tudnak róla. Ezer nőt erőszakolnak meg átlagosan, csoportosan. Alapvetően migrációs hátterűek. Tehát egy Németország, ugye azt mondjuk, hogy legyen 8 óra akkora, mint Magyarország. Magyarország esetében most képzeljük azt, hogy több száz nőről beszélünk. Akkor a társadalomnak erre reagálnia kell, mert ez nagyon nincs rendben. Ahogy az sincs rendben, hogy három, négy, öt éves kislányokat késelnek halálra. Tehát valami nincs rendben az országokban, valami nincs rendben Nyugat-Európában. És azt gondolom, hogy a nyugat-európai politikai elitnek pillanatnyilag erre a kihívásra semmiféle válasza nincs, csak egész egyszerűen elodázni próbálják a problémát. Látjuk, hogy keményen fellépnek egyébként a tüntetőkkel szemben, és ezt meg is ígérték, hogy a törvény teljes szigorával fognak lesújtani. Ez megfelelő, ez ez megoldás, ez egy megfelelő lépés ezekre a problémákra, vagy most kitombolják magukat elnézést az egyszerű megfogalmazásért a britek, és akkor utána megint évekig mondjuk tűrik ugyanezt a. Nézze, én azt gondolom, hogy itt két lehetőség előtt áll az ország a britek. És de ugyanez, még egyszer mondom, nyugat európában is bármikor pillanatokon belül kitörhet. Az egyik az az, hogy amit látunk, hogy a baloldali brit kormány azt mondja, hogy itt egy szörnyű jobboldali csetepaté van, kőkeményen fellépünk, ugye már mutatnak, három embert már be is börtönöztünk, el és el is ítéltük őket. És mindenkivel szemben így fogunk eljárni. Csak tegyük azt is hozzá, hogy mindeközben eh, radikális iszlamisták szerveződnek, és ugyanilyen felvonulásokat tartanak a brit nagyvárosokban. És sokkal keményebben, sokkal radikálisabb jelszavakat kiamálva. De erről a fősodratú média nem beszél. Nem beszél arról a felvételekről, ahol mondjuk ezek az iszlamista vonulások vannak a brit városokban, a helyi emberek riadtan futva menekülnek az utcákon. Tehát képzeljük már el ezt a szituációt, és azért mondom, hogy, ugye ez a, amíg egy kormányzat kettős mércét alkalmaz, és nem azt mondja, hogy színre, fajra, nemre, tekintet nélkül minden radikális megmozdulással szemben ugyanolyan keményen lépek fel. Ez, ha nem így tesz, akkor ez egyik oldalról olaj a tűzre, azoknál, akik azt mondják, hogy még radikálisabban akarok fellépni a migránsokkal szemben, más részről viszont a, például a bevándorló bandáknak is olaj a tűzre, azt mondja, hát ezek nem mernek fellépni velünk. Ergo, még bejebb mehetünk, még inkább meg, megtehetünk még keményebb dolgokat is. Tehát ez nem hogy kioltaná ezt a feszültséget, hanem az ilyenfajta kettős mércével végrehajtott intézkedések csak generálják, és még tovább fogják erősíteni, és nem az van, amit eh, kedvenc Ferencünk mondott, hogy majd megunják és hazamennek, mert nem lehet már hazamenni, mert lehet, hogy az otthonukban ugyanilyen fenyegetés éri őket, tehát azért mondom egész egyszerűen, hogy, hogy elérkezik az a pillanat, amikor ilyen vagy-vagyjá válik, és hogyha ezt a politika időben nem ismeri fel, hogy közelít ehhez, akkor ez egész egyszerűen tragédiába torkolhat, és ezt kell most látni a briteknél. Biztonságpolitikai szempontból biztos, hogy ez egy dráma egyébként, mert amikor egy nemzet így belülről bomlik, vagy nem tudom, így hogy jó szó ez erre, Abszolút, igen. akkor ugye a külső úgymond ellenfelek, ellenségekkel szemben még kevésbé lesz ellenálló. Abszolút így van, és azért mondtam, amivel kezdtem is, hogy nem kell itt külső ellenséget keresni. Tehát amikor belülről ekkora probléma van, akkor nem kell azt mondani, hogy orosz dezinformációs játszma, és a megtévesztett nyugodt brit emberek majd menjenek haza, mert tulajdonképpen félre vannak vezetve, hát könyörgöm amikor ártatlan gyerekeket lehet késelni, nőket lehet csoportosan erőszakolni, és sorolhatnám még, mi mindent lehet megtenni, mert a migrációval, az alapvető problémáról nem adnak választ, hogy nem történik integrálás, nincs integráció. Tehát szeparált... Zónák jönnek létre, nagyvárosokon belül, régiókon belül, és ezek a zónák nem kommunikálnak egymással. A többségi társadalom vagy a politika nem fogalmaz meg elvárásokat a bevándorlókkal szemben, hogy tanuld meg a nyelvet, vedd át a kultúrát, fogadd el ennek az országnak az identitását, stb. 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 És amíg ez nem történik meg, borítékolható, hogy előbb-utóbb, a küzdelem az megindul, hogy valójában ki fogja az adott országot uralni. Mert azért Londonnak is van egy migrációs hátterű főpolgármestere, aki már elmondta, hogy az iszlamista terrorozom egy városok melejárója. Tehát nem, nem csodálkozhatunk azon, amit látunk. Nagyon szépen köszönöm, Horváth József volt a vendégünk, biztonságpolitikai szakértő. Köszönöm én is.